igazság az, hogy fiatal korom óta román sportba élek, sportba nők, és az utóbbi években nagyon megtapasztaltam azt, hogy sajnos senkire nem lehet számítani, és úgy gondoltam, hogy ha még 4 évet akarom folytatni, akkor valamit kell változtatni, mert ez se nekem, se a jövő generációnak nem jó. Úgyhogy eldöntöttem, hogy induljak az elnöki választáson, meg is nyertem. Senki nem gondolta, mondjuk én se igazából utolsó percekben, de sikerült. Na most, hát azon kívül, hogy ez szerintem egy olyan erőt adott a kezembe, hogy be tudjam folyásolni a fiataloknak a jövőit. Tehát tényleg egy olyan fele tereljem az egész román kerékpár sportot, ahol ők tényleg tudnak fejlődni, mert eddig nem létezett egy válogatott. Nem tudta a fiatal gyerek, hogy na jó, járok edzése, de miért járok edzése? Lejár az országos bajnokság, és utána mi van? Ha betöltöm a 18 évet, akkor utána mi lesz? Tehát ezt nem lehet a sportba. Egy gyereknek az álmodik, az akar, tehát az hogyha ennyi időt eltölt, akkor... Egy kilátás, egy perspektívát akar látni. Hát mikor én átvettem a szövetséget, akkor 15 csapat volt felfüggesztve, illetve 15 a legjobb versenyző mountain bike-ban. Na most hát egy elég nehéz folyamat volt, ameddig ezt a 15 csapatnak felvettük a felfüggesztési és a sportolóknak, de sikerült szerencsére. És hát létrehoztam azt, hogy legyen már egy elismert junior válogatott, és nem csak fű szerint, meg barátság szerint, hanem legyen egy kritérium, hogy mi szerint kerülnek ők oda be. Most járt le ez a kritérium, és itt volt, most derült ki, hogy ki a legjobb 10 junior, és ők egy külön programmal fognak haladni előre, rendesen válogatott színekben, egész évben. Na most ez az egyik, a másik az, hogy az országos bajnokság megszervezésén nagyon fontosnak tartom, hogy ne egy helyben szervezze mindig a szövetség, hanem kiirdettem, és Romániában minden csapatnak, aki teljesíti azokat a szabványokat, lehetősége, hogy megszervezzék az országos bajnokságot. Na most idén Kolozsvár vállalta fel, szerintem nagyon jó dolog, mert itt sok potenciál van, tehát sok lehetőség van így a jövőt tekintve. Szerintem anyagi hátteret is lehet kapni, embereket is lehet kapni, gyerekeket is lehet kapni, úgyhogy nagyon jó hely történik ez. Jövőben persze másul, utána másul, és így, hogyha kivisszük az országba, akkor látják az emberek, hogy létezik sport Romániában. És akkor csatlakozzanak ahhoz a csapatokhoz. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy az országos bajnokság után, hogy hány gyerek fog jelentkezni, hogy akar kerékpározni. Tehát ez is, próbálunk kimenni a világba, hogy behozzuk a gyereket. Milyen tervei vannak még a jövőre nézve, ami a szövetséget illeti? Hát nagyon-nagyon sok terrel van, egészen. Tehát itt a probléma az, gyerekeket kell kapni, edzőket kell fejleszteni, bírókat kell fejleszteni, és pénzt kell behozni arra. Tehát van 4-5 óriási nagy hiányosság, amit el kell kezdeni építeni. Nagyjából meg is vannak rá a megoldások, tehát látom, hogy kell ezt csinálni, csak hát idő minden, tehát egy év alatt ezt nem lehet mindent elindítani. Én úgy gondolom, hogy ha 2 éven belül ezek a programok el tudnak kezdődni, hogy működjenek, akkor ez már nem szó. Akkor 8 év múlva biztos, hogy a román kerékpársport teljesen más szinten van. Ön is versenyzik, ugye, és érmét is szerzett. És ezt többen gratuláltak. És a következő időszakban is kitart, és részt vesz a... Még Rióig, igen. Mikor lesz ugye ez? 2016-ban. És ott ugyanebben a kategóriában? Igen, ugyanebben.